Most kezdtük el az őszi árpa betakarítását. Bizakodóak vagyunk, hisz nagyon nagy időjárási szélsőségeket ért meg az őszi árpa. A hosszú tél után átcsapott a belvízes időszakba. A belvíz után gyakorlatilag megint egy hideg hullám érte el az őszi árpát, majd újra egy nagy esőzések közepette belvíz. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen beltartalmi és hozam mutatók fognak jelentkezni, hisz a csöpmixet a ajánlott technológiával végigkezeltük. Egyértelműek azok a pozitív eredmények, amik az előbb felsorolt stresszkiváltó okokat próbáltuk enyhíteni. Most vagyunk az első őszi árpa táblába. A délután, az est folyamán fogunk a mérlegházban számokat látni, amikor is szembesülünk azzal, hogy ezek a kezelések, ezek milyen mértékben segítették át a növényeket azokon a stressz hatásokon, amit az előbb említettem, és meg fogjuk látni a hektáronkénti hozamokat. Kalászosokban milyen csöpmix termékeket ajánl? A speciálisan a csöpmix egyet, ami a kalászosokra van kifejlesztve, de az árpa, ahol most állunk, abból a szempontból érdekes, hogy kevésbé érdekes a sütőipari érték. Itt esetleg lehet a későbbi gombaölőszeres kezeléseknél, a második kezelésnél már esetleg a csöpmix 3-at is alkalmazni. Őszi gyomírtása egy menetben, vagy csak önmagába ősszel és koratavasszal a cinkamint, amit érdemes. Ha olyanok a csapadék viszonyok, akkor a nitrogén pluszt is érdemes használni, amikor nincs értelme, vagy a nagyon nedves, vagy a nagyon száraz talajon, amikor a szilárd nitrogént nem tudjuk kijuttatni, akkor jó hatékonysággal használható a magas nitrogéntartalmú Csöpmix Plus az árpába is.